Szeretettel köszöntjük kedves testvéreinket, ez alkalommal is az Úr elé állunk, beszélünk Isten igéjéről, és fogadjátok szeretettel azt az üzenetet, amit elmondunk. Ez a kezdők alkalma, ma a Szentlélek személyével foglalkozunk, vagy legalábbis megpróbálunk bizonyságot tenni a Szentlélekről. Nagy szeretettel köszöntök minden kedves testvéremet, minden kedves érdeklődőt, barátainkat, akik ebben az időben mindig szívesen vannak együtt velünk, hogy a keresztény élet alapvető dolgairól beszélgessünk, alapelemeiről. Nagyon sok mindenről beszéltünk már az elmúlt hetekben, minden héten más bibliai témát veszünk elő, beszéltünk a Fiúistenről, Jézus Krisztusról, és Jézus Krisztus áldozatáról, ami megváltónkról, ma pedig a Szentlélek Úristenről fogunk beszélni. A Szentlélek Isten, az egy Isten harmadik létmódja, a Szentlélek egyenlő az Atyával, és a Szentlélek az Atya és a Fiúnak a lelke. Csodálatos módon ír erről a Biblia, János evangéliumából. János ugye személyesen Jézustól hallotta, szemtanú volt mindezekkel, úgyhogy olvasjuk ma a János evangéliuma 14. rész 26. versét. Ugye előveszitek a Bibliát, és olvashatjuk együtt mindazt, amit a Szentlélekkel kapcsolatban az Úr meghagyott. Tehát János evangéliuma 14. rész 26. verse. Ama vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevembe küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. És a János evangéliuma 15. részében ezt olvassuk, mikor pedig eljő majd a vigasztaló, akit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak lelke, aki az Atyától és a Fiútól származik, azt tesz majd én rólam bizonyságot, mondta Jézus. Tehát itt azt olvastuk, hogy a Szentlélek csodálatos módon megtanítja az embereket minden igazságra, és azért küldte el az Atya a vigasztaló szent lelket, hogy az ember ne legyen egyedül, nem hagylak titeket árvákul, mondta Jézus, hanem elküldöm a vigasztaló szent lelket. Más helyen azt is mondja, amely bennetek lakozik és nálatok marad. A Szentlélek teremtéstől kezdve jelen volt ebbe a világba, hogy olvassuk, hogy Isten lelke lebegett a vizek felett, ott volt jelen a teremtéskor is, hiszen az Atya, a Fiú és a Szentlélek egy Isten. Az ószövetségi proféták idején csodálatos módon betöltött Isten lelke egyes embereket, akiket Isten mindig felhasznált, hogy az ő népe Isten szeretetébe, Isten világosságába és szolgálatába járjon. Ugye tudjátok, hogy Izrael népét mire választotta ki az Úr? Arra, hogy a pogányok között hordozza Isten szavát, Isten igéjét, és megismertesse Isten akaratát ebben a világban a pogányokkal. És az Úr mindig adta az ő szent lelkét az ő szolgáinak azért, hogy az ige világossága, az Istennel való kapcsolata Isten népének meglegyen. De nem csak a választott és az igét ismert nép között volt jelen az Úr, hanem a pogányok között is voltak egyesek,
akik életében megnyilvánult Isten szent lelkének a világossága. Ilyen volt Bálám, én nem mondanám, hogy proféta, inkább azt, hogy jós, de nagyon sokan hallgattak rá, és kikérték a tanácsát, és amikor arra kérte a Moab király, hogy átkozza meg Izraelt, az ellenség volt ugye a két nép, akkor Bálám próféta nem tette meg, mert Isten világosságában látta, hogy az Úr Izraelt megáldja, és Izrael megáldott népe, és azt ő nem átkozhatja meg. Ez a Szentlélek munkája volt, Bálám próféta világosságban járt, mégpedig a lélek világosságába. És akkor elkövetkezett ugye pünkösd, ami a húsvéti ünnepek után majd ez fog következni a keresztény ünnepkörök között, és akkor pedig, ahogy Isten megígérte, ahogy az Úr Jézus Krisztus meghagyta, eljött a vigasztaló Szentlélek minden ember számára. Pünköstkor a Szentlélek mindazokra leszállt, akik együtt voltak és együtt imádkoztak. Az utolsó idők pünkösddel kezdődnek, amikor is az ember, mindenki, aki megváltatott Jézus Krisztus áldozata árán, és vágyik az Úrnak való szolgálatra, annak életébe eljöhet a pünkösd, és betöltetik Szentlélekkel. Akik imádkoznak, azokra leszállt a Szentlélek. Sokszor megtapasztalhatjuk ezt. Ki is a Szentlélek? Én nagyon kisgyermekkorom óta megtapasztaltam, hogy a Szentlélek vigasztaló. Nehéz családi körülményeim voltak, hiszen az édesanyám halálos beteg volt, és ezért sokszor nélküle éltem a gyermekkoromat, és imádkoztam, és mindig átéltem, nem tudtam megfogalmazni, hogy ez a Szentlélek volt, de a Szentlélek vigasztaló szeretetét, hogy amikor a szomorúság, a keserűség, a szorongás egy kisgyermeket eltölt, mivel távol van a szüleitől, akkor mindig átéltem, hogyha imádkozom, hogy az Úr az ő lelkével csodálatos módon átölel, békességet ad, és ezek a negatív érzések elmúlnak, helyette a hit, a remény, és Isten és emberek iránti szeretet volt bennem. A Szentlélek az igazság lelke, a kijelentés lelke. Jézus ezt mondta itt az ígébe, hogy eljön az, és én rólam tesz bizonyságot, 15. rész 26. verse. Az igazságot a lélek által ismerhetjük meg, Isten igazságát is. Kicsoda Isten igazsága? Isten igazsága az ő fia, Jézus Krisztus, akit azért küldött, hogy a bűnös ember újra hazataláljon, közössége lehessen Istennek. Jézus golgotai keresztje nélkül nincs élő kapcsolat a mennyei atyával, nincs élő kapcsolat a feltámadott Jézus Krisztussal, és ha Jézus beköltözik a szívünkbe, akkor a Szentlélek csodálatos módon elvezet bennünket Isten igazságára, Jézus Krisztushoz, és megértjük Isten igéjét. A Szentlélek munkálkodik minden emberbe, és nagyon csodálatos, hogy az egyes emberben mindig másképpen munkálkodik, nem ugyanazon a módon, de elvezeti az Isten igazságára. A Szentlélek az, aki megismerteti a megváltó Jézus Krisztust.
ő kijelenti személyre szabottan, hogy kicsoda Jézus Krisztus. A kijelentés lelke a Szentlélek, és megérthetjük az olvasott igét, a hirdetett igét, a Szentírást. Én, amikor először kezembe vettem a Bibliát, nem értettem. Ézsaiás könyvét olvastam, ott nyitottam ki a Bibliát, és mindig előttem van, hogy a szigetekről írt, hogy intenek majd a szigetek, hogy lesz, mint lesz. És hogy egyáltalán nem értettem. És miután kijelentette az Úr Jézus Krisztus, hogy Jézus a megváltom, akkor elkezdtem olvasni a Bibliát, és értettem az olvasott igét, természetesen nem mindent, mert egy kezdő hívő nem ért mindent, de a hirdetett igét is értettem, és csodálatos módon személyesen, magamra nézve is, személyes üzenete volt az Úrnak az olvasott és kijelentett ige. De a Szentlélek munkája az is, hogy a bűnt bűnnek látjuk, és amikor én elkezdtem vágyakozni az Úr közössége után, akkor megdöbbentem, hogy amit én egyáltalán nem tartottam bűnnek, hogy ez egyszer csak elkezdett fájni, hogy attól szabadulni szerettem volna, hogy más ember szerettem volna lenni. A Szentlélek munkája, amikor az ember kegyelemre szorult bűnösnek érzi magát, amikor fájnak a bűnei. És amikor távol vagyunk az Úrtól, akkor megszomorodik a Szentlélek, és visszavonul, és a bűnt nem látjuk bűnnek. A vasárnapi iskolás gyerekeknek sokszor elmondtam, hogy is van ez az Atya, a Fiú, a Szentlélek, hogy képzeljünk el egy háromszöget, amelyik a mi szívünkbe ott forog, és a Szentlélek az, aki munkálkodik bennünk, és ha nagyon bök a csúcsa a háromszögnek, akkor az Atya, a Fiú és a Szentlélek megmutatják, hogy nem Istennek kedves életet élünk, csak amikor ezekre a bögdösésekre nem hallgatunk, és amikor a lelkiismeretünk szavára nem tudunk, ugye milyen szép magyar szó ez, hogy a lelkiismeret szava, a lélek figyelmeztetése, ha erre nem hallgatunk, akkor elkopik a háromszög, és kerek lesz, mint a kör, és már nem értjük, nem fáj, távol kerülünk Istentől. Így van ez, amikor a Szentlélek közössége valamiért megszakad, valamiért megszomorodik a Szentlélek, és nem vállal velünk közössége. A Szentlélek az, aki munkálja a hitet bennünk. A lélek munkája az, nem csak, hogy fájnak a bűneink, hanem, hogy elfogadjuk a megbocsájtást, hogy átéljük Isten szeretetét, Jézus megbocsájtó kegyelmét. És a Szentlélek csodálatos munkája az, amikor belső bizonyosságra jutunk, hogy Jézus Krisztus, ami megváltunk, és hogy minket kiváltott a halálból, a kárhozatból, a bűneinkből. Ezt úgy hívjuk, hogy az üdv bizonyosság. Vajon, testvérem, eljutottál addig, hogy Jézus a golgotai áldozatáért megbocsátja a bűneidet? Hiszel te az Úr Jézus Krisztus csodálatos megváltásába? Átélted azt, hogy az Úr új életet adott neked, hogy más ember léte, hogy bizonyosságod van a felől, hogy Jézushoz tartozol, az üdvözítőtől, üdvözítőhöz. Én nagyon hálás vagyok az Úrnak, mert bár nem vagyok tökéletes ember, sok vétkem, sőt bűnöm is van, de olyan jó, hogy a Szentlélek mindig rámutat, hogy ez nem kedves Istennek,
hogy kérhetem a bocsánatát, és hogy elhagyhatom. És az Úr erőt ad, ez is a Szentlélek munkája, hogy másként éljem a napjaimat. A Szentlélek munkája a növekedés is. Egy kezdő hívő ember az nem úgy van, hogy rögtön tökéletes lesz, hiszen egy kisgyermek is, aki megszületik, mindenki nagyon örül neki. És mindenkinek a legtermészetesebb dolog, hogy a pellúcsba belecsinál. Vagy ha éppen nem a pellúcsba, de hát ugye ez az életfunkció. És ha az ember újjászületik is, vannak bűnei, vannak nyomorúságai, de az Úr mindig a lélek által megmutatja, és az ember hajlandó a léleknek engedelmeskedni, akkor az Úr növekedést ad, és kihoz a vétkeinkből, a nyomorúságainkból, ahogy egy kisgyermek is elkezd járni, aztán futni, aztán pedig beszél, vagy egy időbe teszi ezeket, és aztán pedig elkezd már valamit tenni, később aztán, ahogy növekszik, terheket is tud hordozni, és nagyon erős felnőtt emberé lehet. A növekedés ezt jelenti, hogy az Úr folyamatosan megszentel, és elkezdi munkálni bennem folyamatosan a mentő szeretetet. A Szentlélek munkája a mentő szeretet. Isten maga a szeretet. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten így szeretett. És a megváltott hívő ember, a megtért hívő ember, Isten gyermeke szereti a körülötte lévő embereket, és fáj neki, hogy ők a bűneikben elvesznek, és éppen ezért az Istentől kapott mentő szeretet munkás életre hívja el, hogy az Úr munkájába be tudunk állni. Az ige azt mondja, hogy az aratnivaló sok, a munkás pedig kevés. Kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Szükségünk van arra, hogy a Szentlélek a mentő szeretettel eltöltsön, és ha közösségem van a mennyei atyával és a megváltó Jézus Krisztussal, a feltámadottal, akkor mindig van szolgálatom, mert a Szentlélek világosságában meglátom azokat az embereket, akiket meg kell menteni. Egészen fiatalon hívott el engem az Úr az ő szolgálatára. Megértettem azt, hogy az Úr országában munkálkodni kell, hiszen Isten országa közöttünk van, bennünk van, és hogy egyre több ember eljuthasson erre. A Szentlélek munkája, ugye a bizonyság tétel, lelke, ő majd megtanít benneteket minden igazságra, olvastuk a felolvasott ígében. Sohasem éreztem magamat alkalmasnak az Úr szolgálatára, mindig méltatlannak is éreztem magamat, a mai napig is úgy érzem, de amikor a Szentlélek felindít, és amikor a Szentlélek a szívemet eltölti az Úr mentő szeretetével, akkor nem tehetek mást, mint hogy az Úr Jézus Krisztusról tegyek bizonyságot, és elmondjam az embereknek, hogy Isten szeretett, és Jézus meghalt a legnagyobb szeretet értünk. Testvérem, benned munkálja a Szentlélek a mentő szeretetet? Nagyon sok mindent tudnánk még elmondani arról, hogy mi is a Szentlélek, és mi is a Szentlélek munkája, de igazán ezért imádkozni kell,
hogy az Úr töltsön be szent lélekkel naponta, meg kell újulni a lélekkel való közösségbe. A szent lélek jelen van, itt van, adja magát a számunkra, ezért küldte őt az Úr, de nekem nyitva kell, hogy legyen a szívem, és ott kell a vágynak lenni a szívembe a szent lélek Istennel való betöltetés után. Gondolom, Sándor is el tudja mondani, hogy sok-sok évvel ezelőtt az Úr hogyan is jelentette ki magát az ő lelke által, és hogy hogyan is történt ez a szent lélekkel való közösség és a lélekbe való növekedés. Még befejezésül emlékeztetnélek benneteket az ígére, és majd innen fogjuk a jövő héten folytatni. Tehát Jézus a János evangéliuma 16. része 7. verséből néhány verset olvasnék. Jobb néktek, hogy elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a vigasztaló, ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. És az, amikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetébe. Bűn tekintetébe, hogy nem hisznek én bennem. Igazság tekintetébe, én az én atyámhoz megyek, többé nem láttok engem. Ítélet tekintetébe pedig, hogy a világnak fejedelme megítéltetett. És amikor eljön az igazság lelke, elvezérelt titeket minden igazságra, mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek. Vagyis, hogy a szent lélek bűn, igazság és ítélet tekintetében megítéli a világot, majd ezekről fogunk beszélni, és hogy a szent lélek az Urat dicsőíti, aki szent lélekkel be van telve, annak látszik az életébe az Úr dicsősége, mert az Úréből vesz, és az Urat jelenti meg az embereknek. És az ítélettel kapcsolatban még egyetlen egy ígére szeretnélek emlékeztetni benneteket. A Júdás által írt levél első rész, 12. verse, ez nem az iskariótes Júdás, hanem a Júdás tanítvány, mert volt egy Júdás tanítványa is Jézusnak. Így szól, ezek, akik külön szakadnak, érzékiek, kikben nincsen szent lélek. És hogy nagyon meglátszik az, akik az egységet elszakítják, akik a maguk útján járnak, és egy gyülekezetet megrontanak, szétrombolnak, vagy egy családot, azokban nincsen szent lélek. Ezt nem mi mondjuk, ez nem a mi ítéletünk senki felett, de az ige megítéli az embert, és hogy az Úr nem azt akarja, hogy külön szakadjunk, hanem hogy egyek lehessünk, és ne az érzékeink vezessenek, hanem a szent lélek. És ebből az ígével búcsúznák tőletek a Júdás első levele 20. versével, ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekbe, imádkozzatok szent lélek által. Adja meg az Úr, hogy mindnyájan tudjunk épülni a hitben, a lelki dolgokban, az Úrban, és hogy az imádság betölthesse a szívünket, és az imádság által a szent lélek. Az Úr legyen veletek, imádkozzatok, értünk, írjatok, mindig örömmel olvassuk soraitokat. Az Úr legyen velünk.